Hello, hello, hallgatók! Én Lakatos Levente vagyok, ez pedig itt a Levente Klubja Podcast soron következő epizódja. Az aktuális beszélgetésem azért is lesz rendhagyó, mert hát nem készültem fel rá különösebben, de ennek nem a linkségem az oka, sokkal inkább a kíváncsiságom. A mai vendégem ugyanis kifejezetten civil, nem sok minden található róla az interneten, és hát előbeszélgetés helyett szerettem volna, hogyha a ti hallatára tudunk el először csevegni egymással, mert hogy azt hiszem, hogy megható történet következik, és szeretném én is teljesen átélni azt, amit majd Szintia mond. A vendégem Horváth Szintia Natália. Szia! Szia! 21 éves, és hát az ő különleges képessége az arcán látható. A szeplői nem szokványos módon és nem szokványos mennyiségben láthatóak az ő arcán. Örülök, hogy eljöttél. Én is köszönöm a felkeresést. Az első kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy egy betegség eredménye, vagy pedig a véletlen műve az, hogy ennyi szeplőd van? Ő nagyon sokan kérdezik, hogy betegsége, de nem. Mm -hmm. Ő anyukám tud Hát korábban kevesebb volt tény, csak itt volt látható. Tényleg, és akkor igen. az idő múlásával hát szaporodtak igen, meg? Szeretek a napra menni, a meleg hatására ugye kijönnek. Aha. És... igen. Szóval nem, nem betegség. Ah, tehát ez, ez örökletes, igen. és valójában az idő múlásával szaporodott meg. Mikor érezted azt először, hogy, hogy kvázi kilóksz a sorból? Másodikba. Általános iskolás második. Akkor a már több volt egyébként, vagy akkor még az a... Az a... Ő, akkor ha több, volt több, de halványabbak voltak, igen. Uh -huh. Akkor már ott éreztették velem, hogy én másabb vagyok, mint a többiek. Uh -huh. Ez mit, mit akar, hogy éreztették fel, hogy másabb vagy? Hát, hát én tök vártam a suliváltást, mert ugye költözés miatt felköltöztünk Körmendre. Tehát akkor te elsőben máshova jártál, igen, és utána Körmendre költöztetek, igen. ahol egy másik iskolába kezdtél el járni, ahol a második osztályban téged bántottak? Igen, hát a második osztály nagyon nagyon megvan. Az első osztály annyira nem, hogy bántottak volna. Lehet, hogy ott is voltak, de arra már ugyannyira igen. nem emlékszem. És tök vártam az új osztályt, hogy új emberek, új gyerekek, mindenki, tök jó lesz. Na, hát ők velük először órán találkoztam, hogy láttam, hogy ott tesiznek. Majd másnap ugye elmentem az első tanítási napomra, és bemutattak az osztály előtt. Hát mindenki nézett, de akkor már tekintetekből levettem, hogy nekem ez itt nem, nem uh -huh. lesz jó. Uh -huh. Hát és először ugye, mikor már a tanárok ugye nem voltak ott, akkor kezdődtek ezek a beszólogatások, ezek a kiközösítelek, velünk nem leszel, velünk nem játszol, szóval igen. De miket szóltak be? Tehát mi volt az, amivel téged bántottak, hát, vagy, például piszkáltak? a legismertebb a pöttyös túra, Rudi. Tényleg? <laughs> igen. Meg a firtojás, akkor hát mondtak durvábbakat is, szeplős, kurva, Aha. meg ilyen dolgokat, szóval igen. De az elején sokat tűrtem amúgy, nagyon sokat. Sírva mentem haza anyukámhoz, kérdeztem, de hogy ilyenkor mit lehet csinálni, mert én nem szeretnék suliba hát. járni, és akkor mondta, hogy ne foglalkozzál velük, de ezt, ezt nem lehet. Ezt Persze, nem. lehetetlenség, Igen. hogy nem foglalkozol vele, meg, hogy teljesen kizárod, ignorálod, főleg 7 évesen vagy 8 évesen. Igen. És hogyan reagáltál rá? Tehát mi volt a megoldásod? Mivel tudtál ebből ö, szabadulni, ebből a helyzetből? Hát az elején amúgy teljesen gyerengettem mindent. Ugye folyamatosan napi szinten ment ez. Utána jó erőt vettem magamon, hogy akkor megpróbálom, hogy fellépek velük szembe, visszaszóltam. Na hát ez, ez nagyon rossz döntés volt most már, így visszagondolva, meg akkor is, hát fiúkról beszélünk. Uh -huh. És visszaszóltam nekik, ő, ők erre felhúzták magukat, és akkor az öklük, a lábuk, a kezük, az... Tehát bántottak fizikálisan Igen. is? Uh -huh. Tépkedték a hajamat, akkor nekilöktek a falnak, hasba rúgtak, szóval elég durva dolgok voltak, igen. Aztán akkor is mentem haza sírva, de utána ugye anya bejött ő, beszélni az igazgatóval, a tanárokkal, de utána meg ugye az volt a probléma, hogy itt mentél anyukától, szóltál neki? Szóval utána az miatt indult egy lavina, hogy gyerekes vagyok, és teget, segítséget kértem. Tehát, hogy téged bogzsáknak használtak tulajdonképpen, de bármit csináltál, az rossz volt, vagy... vagy? Ő Igen, már általában visszaszóltam, és hát nekik ez nem nagyon tetszett. Mm. És az volt a, a, a kemény, hogy, hogy többen is voltak ott, mikor ez történt, az osztálytársak. És senki nem lépett fel, hogy, ú, segítek neki, senki. És ez mennyire volt rendszeres? Tehát hogy milyen gyakorta történt meg? Hát szerintem napi szinten beszólaltak. Csak nem mindig szóltam nekik vissza, de ha visszaszóltam, akkor hajtépés, rugás. Aha, tehát keresték arra. is az alkalmat arra, hogy ez nem mm -hmm. történjen. Ők ezt élvezték, hogy engem piszkáltnak. És amikor mentem a tanárokhoz, hogy szólok, hogy megint ez van, megint ez van, már megint jöttél árulkodni. Azt szóval mondták a tanárok, hogy már megint jöttél árulkodni? Hogy nem kell mindig árulkodni, nem kell velük foglalkozni, kerüld el őket. De hát ők mindenhol ott voltak. Nem, nem tudtam elkerülni őket. És akkor jött egy olyan fázis az életembe, hogy hogy kerestem az éles dolgokat. Aha. Bementem a szobába, akkor már anyával se kommunikáltam, szóval így teljesen befordultam egy olyan világba, egy falat húztam fel magamhoz, hogy oké, okay, és senkinek a segítsége nem kell, mert senki nem ért meg igazából. És a az első az, hogy az volt, hogy sétáltam az utcán, és egy törött üveget találtam, és azt felvettem. És szépen leültem a akkor meg és elkezdtem vágdostni a el kezemet. Mm. Majd ugye azt akartam, és nem is érdekelt, hogy fáj. De nem foglalkoztam akkor ilyennel, és akkor hazamentem, akkor ott is kerestem. Ott a helyét találtam meg, és akkor ez az ez egész úgy terült ki, hogy fürödtem, és anya jött be, és kezdte, hogy mi az a kezeden. Szóval, igen. De még amúgy. Még a mai napig se tudom azt mondani, hogy igazán elfogadtam magam. Ugye egy napi szinten estem földre, és fel kellett állnom, hogy azért legyen az élethez kedvem, úgyhogy akkor éljek is. Szóval, igen. Persze ez hosszú távon mindenféleképpen kihat. Egy picit maradjunk itt az éles tárgyaknál. A... Itt te fájdalmat akartál magadnak okozni vagy pedig egy vagy súlyosabb döntést is meghoztál? Tehát, hogy mondjuk fel akartad-e vágni az ereidet, vagy pedig, tehát, hogy volt egy ilyen szuicid hajlamod ilyen ebben az volt. időben? Tehát volt, tehát ezt meg akartad tenni? Meg akartam. Sokszor közel voltam hozzá, de mégse volt annyi erő, úgymond, hogy amúgy odahúzzak. Még szerencsé. inkább az, hogy magam. És amikor ezt anyukád látta, akkor mi volt a reakció? őszintén arra nem emlékszem, az, az van meg, hogy ő nagyon-nagyon kiakadt, és, az ott, ott így, fú, hogy ezt miért, hogy miért kellett így, ne foglalkozz vajuk. erős vagy, szép vagy, gyönyörű vagy, már akkor ugye mondta, hogy, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. És akkor egy idő után amúgy meg akartuk ezt változtatni, mert nagyon akartam eltüntetni őket, és állítólag citromsavas kezelés, meg ilyen dolgok voltak, de mondom én citromsavas kezésen nem mennék el. És akkor inkább maradt az, hogy jó, akkor valahogy elfogadom ezt az egész dolgot. És akkor az általános iskolában, úgy szerintem 7.-8 körül kezdett ez megváltozni, hogy lehet, hogy változtam külsőleg, vagy nem tudom. És akkor ott barátkoztak velem, hát voltak, aki szerelmet vallottak, uh -huh. de nem, nem, nem tudom, hogy mi, mi miatt. Szóval. Igen. Elkezdtek dolgozni a hormonok. É, igen. Amúgy aki, akik bántottak, közülük egyetlen egy ember élt hogy sajnálja, ami történt, és hogy hülye volt. Aha. A, aki legtöbbet bántott, aki vezényeltem majdnem az összes fiút, uh -huh. mert az tök jó volt, hogyha lányokat verünk meg. Elkerültél az általános iskolából, gondolom középiskolába. Igen. Ott uh, hogyan fogadtak? Ott nyilván egy új környezet, új emberek, mindenki I új. Igen, igen. Na ott is izgultam, hogy ott na most mi igen. lesz? Az egy középiskola, de arra gondoltam, hogy biztos ott érettebbek vannak már, mint felfeles, mint mindenhogy. És ott a suli kezdés előtt már így egy csoportot csináltunk, és vettük be azokat az embereket, akik ugye ki voltak írva a lapra, hogy ki lesz az osztálytársunk. És amúgy ott szerintem ilyen három hónapot suli előtt biztos beszélgettünk, szóval mindenki leírta az, hogy ő milyen ember, mivel piszkálták, ha piszkálták, vagy csomó olyan dolgot osztottunk meg egymással, ami, ami tökre így megnyíltunk egymást, és ez annyira jó volt. Szóval az osztály itt nagyon nagyon elfogadott, szóval tényleg támogattak és nem volt semmi bajuk, nem csúfoltak soha. De hát sajnos én elhittem, hogy nem lesz olyan ember, osztály, akinek piszkálna. Csak most már ugye ö, kiálltak mellettem az osztálytársaim, szóval mentünk át a, egy másik terembe, jöttek velünk szembe, szembe az illatok. Na, ők amúgy lányok voltak, csak ugye felettünk jártak. És akkor mondtak, hogy úristen, milyen arcod van meg, hogy undorító vagy, meg ilyenek, és, és így lesokkoltam, és akkor a barátnőm szólt oda, hogy nézzél magadra, meg hogy jobb lesz, ha befogod meg. Szóval kiálltak mellettem. A uh -huh. középsúli annyira nem volt megviselő számomra, mint az általános iskola. Uh -huh. Szóval a középsúli az úgy mondta. általános iskola, mert ugye kérdezni az ember, hogy miért nem volt iskola de tulajdonképpen nem neked kellett volna elmenekülnöd, tehát ez is, egy, ez is egy olyan helyzetet teremtett volna, amikor te te menekülsz hmm. tulajdonképpen ki a helyzetből, miközben nem te vagy, akinek, akinek el kéne bújni, hanem azoknak, akik bántják a másikat. Hát igen, csak ezt akkor nem látták be. Hát nyil nyilván igen. A fura az, hogy a tanárok nem segítettek, tényleg az egy nagyon nagy hiba. Azt gondolom, hogy a tanárok, van volna állni melletted, és, 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 és rendszabályozni kellett volna a többieket. Bár ugye ez is kérdés, hogy akkor mi történt volna, mert hogyha azért is kaptál, mert árulkodtál, akkor nem biztos, hogy hogyha ők, ret őket retorzió ugye... éri, akkor utána hogyan, hogyan tudnak... Mindig, ö... mindig mindig árulkattam Ugye, tehát kitől kértem volna a segítséget? Persze, hát jól cselekedtél, mert, mert tehát, hogy nem akartam, te jó helyről kértél segítséget, csak. Akkor egyből. Kár, hogy nem kaptad meg a segítséget. Hm. Ez elég nagy hiba. Középiskola végén, tehát 18 éves korodban, te jelentkeztél egy szépségversenyre. Igen. Mi kellett ahhoz, hogy ezt megtedd, hogy az önbizalmad az, az felépüljön annyira, hogy, hogy jelentkezz egy megméretetésre? Hát. Ez amúgy tök random jött. Megláttam a, a ugye, címlapon, hogy, hogy ez ugye lesz. Aha. Hát én megnézem, mi kell hozzá, magassága, fontos, meg ilyenek, és kitöltöttem, és mondom, jó, mások is vannak, akik jelentkeznek, én is jelentkezek, megpróbálom magam. Szefvős az tartom azt mondják különleges, hogy akkor tegyünk egy próbát. És amúgy így így, így történt. Aha. De amúgy az önbizalmam amelyen amely, növeltem, az a fotózások voltak, hogy egyre többen kerestek fel, egyre többen De már a középiskola során is egyre többen kerestek fel. Igen. Hm? Hát már általános végén 7. ban már, hm. már kerestek fel fotósok, és akkor jó, menjünk. És akkor minél több fotózásom voltam, annál jobban elfogadtam, hogy igenis különleges, és akkor ezzel meg kell békén, és ez rajtam van. De amikor te elmentél az első fotózásra, az, az tacosságból történt, hogy akkor most én megmutatom magamat, vagy, vagy már volt benne küldetéstudat, hogy, hogy, hogy azt üzen másoknak, hogy, igen, hogy a hátrányod volt. az nem a hátrány, nem. hanem akár lehet előny is. Már volt akkor bennem tudat, hogy igen, igenis akkor én ezt átéltem, akkor szeretném elmondani az én történetemet, és hogy igenis van kiút, és fel lehet állni, akármennyi, akármit élünk át. Én így vélem. És akkor jó, elmegyünk arra a fotózásra, és akkor lesznek képek, és akkor, akkor én is ott elkezdtem egy utat. Milyen volt az első fotózás, milyen emlékeid vannak róla, izgultál? Mert ugye még készítettünk néhány közös képet, és ott az elején még kicsit be volt fe, feszülve, hogy ez jellemző rá, ez az, az izgulás, ez, a, ez Igen. az új helyzetben Igen. távolságtartás, vagy, vagy már, már az eszközöd le? Hát már igyekeznék leküzdeni, de még nem sikerült, de amúgy igen, én izgulós fajta vagyok, de szerintem kell ilyen fél óra, és akkor utána feloldódok mm. De az első fotózás úr is, hát nem, nem tudtam mit kezdeni. De állandóan beszéltem, hogy mit csináljak, merre forduljak, nem, szóval igen, nagyon izgultam, de tök jól lettek a képek. Milyen célod van most? Amúgy mindenre nyitott vagyok. Hogyha jön egy új esély, akkor igenis megpróbálom. Szóval Jó, tehát így... val val kell valami cél, tehát ami, ami nem, nem, nem esetleges, hanem, hanem ott van a fejedben, és látod, hogy te azt, hmm. azt szeretnéd majd elérni, nem biztos, hogy sikerülni fog egyébként, de hát hogy ott a, legyen előtted. Hát a és... modellkedés, hogy egyszer hmm. ügynökség tegyük fel, Aha. hogy ezt komolyabb szintre fordítani, mert azért igen, hogy hát azért nem minden nap jön ilyen szeplős arculány Aha másokkal ja. szemben, szóval igen. De például volt most ugye a glamour is, annak a, egy beauty lapjában ott voltam, szóval az is egy nagy mérföldkő volt. Uh -huh. Meg most egy őszi fotózás is volt, szóval így most már tök jó lehetőségek jönnek, amikkel ugye élek. Szuper. újság a szerelemmel. Á, hát... Olyan, mint egy új <laughs> Ja, de, de most van barátod, igen, nem? Jól van, láttam. Van párom, igen. Mióta vagytok együtt? Hát ö, még friss. Uh -huh. Hamarosan lesz két hónapja. Uh -huh. De most jó az ember mindig érzi azt, hogy ú, ő lesz az igazi, ő lesz az igazi, de például tényleg ilyen kapcsolati téren is rengeteg mindent átéltem, és jót, és rosszat is. De mi rosszat? Nem akarsz róla beszélni? Pantalmazás, és, és én itt lesz szeretném Aha. ezt a témát. Erről nem megbarátkoztam vele, de nem szeretnék róla beszélni. Uh -huh. De most nála ő, odafigyelőt tényleg mindenre odafigyelt, szóval most remélem ő lesz az igazi. Igaz még 21 éves vagyok. Igen, ilyenkor nem kell igazit találni, igen, szerintem igen, élni kell az életet az embernek, aztán haladó, hogy halad tovább. Pontosan. Az emberek most hogyan állnak hozzá a mindennapokban? Valamelyik nap történt, mentem haza, leült velem szembe egy illető, egy kedves férfi. De hol, hol ült vele veled szemben? A vonaton. vonaton aha. Igen, igen. Aztán, hát az elején csak nézett. Hát mondom, jó, biztos, nem látta az arcomat még, vagy ilyet nem látott. Tehát ez szokásos, mondom, jó, akkor nézzen, a megúnya is befejezi. De hát megszólalt. És azt tette fel, hogy ezek a foltok az arcomon, nem-e fertőzőek? Oh. És így adtak egy sok, akkor megint padló. Jó, ja, és akkor a, ugye a vonaton sok ember van, és mindenki nézett. Ó, ah, mondom, tök jó. És én éreztem magam gázoló, hogy meglettem alázva. Szóval nem tudtam rá reagálni, amire reagáltam volna, addigra meg már felállt és elsételt. De például a most így, hogy ezt így megkérdezted a TikTokon is, nem csak jó indulatú emberek vannak. Hát főleg ott igen. Vannak ö, nagyon durván kommentelő dolgok is. Például tegyük fel, hogy szülés utáni szarmaradvány, vagy az autó kipufólia mögé mentem, uh -huh. vagy tegyük fel, hogy ventilátorra szembeálltam, és akkor volt rajta szardarab, meg ilyen dolgok. Szóval ettől, ettől nem kímélnek meg az emberek, de ezen már nevetek. Szóval ez már nem fáj. Nem. Kéne csinálni olyan videót a TikTokra, amikor ezeket a kommenteket így, berakod a képre, és akkor nevetsz rajta. <laughs> volt, amikor live voltam, és akkor mondták, hogy, hogy a ventilátorra szembeállt, és akkor ugye válaszoltam, hogy hát figyelj, állj oda te is, és lesz egy ilyen különlegesség. Szóval le tudom reagálni őket, és mm -hmm. akkor utána ugye erre felhúzzák magukat, hogy ugye ez engem nem bánt, és akkor hogy hogy, hogy miért, meg minden, és akkor tovább mondják a dolgaikat. Mm -hmm. Szóval igen. Nekem sok beszólás él a mindennapokban, hogy pedig az emberek azért elfogadóbbak veled. Ő most már több a jó komment, szóval kevesebb a rossz. Mm -hmm. De azok is vannak, de több a jó komment most már. De egy face to face értem, hogyha még találkozol valakivel, aki, aki megdöbben. Mm. Tehát például ilyen, ez a vonatos eset, ez gyakori? Tehát így hasonlók történnek Ö, vele, nem. gyakran? Nem. Azért nem tudtam felkészülni, mert még ilyen nem történtem, hogy vonaton halasztak volna. A meg. következő feladat, hogy a face to face <laughs> kommentre hogyan fogsz reagálni kibúvó válaszsal, vagy, vagy ilyen megoldó válaszsal, és levalázó válaszsal, tudod? Hát amúgy írták, mert ugye elmeséltem ott a Aha. követőimnek, Kérdezik, hogy miért nem mondtad azt, hogy hát igenis, fertőző. <gül> <gül> szóval igen. Fertőzés légúton terjed. <laughs> Így me megoldani a dolgot. Hát Oké. Okay. <laughs> Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk és megosztottad a történetedet. Kívánom, azt, hogy az álmid valóra váljanak, és, és egy ügynökség felfigyeljen rád, és, és keresett modell váljon belőled. Illetve, hogyha úgy alakul az életed, akkor viszont egy cukrászdát kívánok neked. Meg, Vagy meg, szívesen meg várlak. Jutni. Jó, köszönöm. Le, le, remélem, ez diétás étel és diétás ütemény Ha van. szeretnéd, akkor lesz olyan is. Igen, létsz, és így van, levente Jó. kedvences sütemény, szeretnék látni ott a, a felhozatalban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Jó, köszönöm.